Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. Mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 8. fejezetből, az 1-től a 4. versig. Itt egy csodáról hallunk ebben a szentírási szakaszban, pedig egy leprás meggyógyításáról. Tulajdonképpen a leprás Jézushoz fordul, és azt mondja, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát ebben a kérésben tulajdonképpen már benne van ennek az embernek a hite. Hiszen tudja, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, és ezt a hitét fejezi ki, hogyha te akarod, akkor úgy is úgy lesz, ahogyan te szeretnéd. Tehát igazából véve ez az ember már eljutott a hit ajándékára, és erre a hitre mondja Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. Tehát az Isten-ember kapcsolatban mindig kell az ember részéről a nyitottság. Tehát nem lehet azt várni, hogy az Isten az én akaratom nélkül fog az én életembe úgymond beleavatkozni, vagy engem irányítani, hanem egyszerűen ott van az ő segítsége, a tanítása, ami hitre vezethet bennünket, a hit ajándékát megkapjuk, hogyha megnyitjuk a szívünket. Tehát nem lehet igazából ölbetett kézzel várni arra, hogy majd úgymond az Isten megoldja az én életem problémáját, hanem nekem is tevőlegesen ebben részt kell venni. Hogyha Jézus tanítását követem, abban nagyon sok útmutatás van az egyéni életemre vonatkozóan, de ugyanakkor a embertársaimmal való kapcsolatomban is. Tehát, hogyha én teszem a dolgomat, ha Istennel kapcsolatban vagyok, és hittel követem őt, akkor igenis, hogy megtörténik az ember életében a segítség megtapasztalása, mert ami az üdvösségem szempontjából fontos és értékes. Tehát nekünk mindannyiunknak ez a lényege az életünkben, hogy ezt a nyitottságot meg tudjuk őrizni, és akkor az Isten segítő szeretete ott fog mellettünk állni. Jézus ugyanakkor azt is mondja, hogy mutasd meg magad a papoknak. Ugyanis abban a korban a papoknak kellett megállapítani, hogy a betegség elmúlt-e, és közé engedhető-e az illető a többi embernek. Ennek volt egy határvonala, hogy áldozatot kellett bemutatni a tisztulásáért, ezt megtette, utána már a polgári életbe bekapcsolódhatott, addig viszont el voltak különítve. Ez azt mutatja, hogy Jézus betartja a kornak az erkölcsi, illetve a jogi előírásait is, és pontosan ez mutatja, hogy ez az ember a hit által betartva a törvényeket, tulajdonképpen teljesíti az Isten akaratát, és meg is kapja az ajándékot. Mi számunkra is ez a lényeg, Jézus tanításának, törvényének a betartása, az ő szeretetével való megnyitása a szívünknek, és akkor megkapjuk mi is az ajándékot.